Baktalóránt háza önkormányzata már 2006-ban célul tűzte ki azt a beruházást, amely most a sikeres TOP plusz pályázatnak köszönhetően megvalósulhat. Ezzel a gondolattal kezdte köszöntőjét Nagy Lajos, a város polgármestere, aki elmondta, a projekt célja a település rehabilitációs fejlesztése, környezetjavító intézkedésekkel, valamint olyan gazdaságfejlesztési beavatkozásokkal, amelyekkel hozzájárulnak a járási székhely általános környezeti állapotának javításához. A megvalósuló beruházás elősegíti majd a fenntartható fejlődést és javítja a kisváros lakosainak életminőségét. A közvetlen városközpontot szeretnénk tovább szépíteni, fejleszteni, részben esztétikai szempontból, részben pedig tartalmi szempontból is, hiszen újabb üzlethelyiségeket építünk, újabb irodákat, közösségi helyiségeket hozunk létre. A megnövekvő járműforgalom igényének megfelelően plusz parkolók kerülnek kialakítására a városközpont területén, egy gyalogátkelőhely is létesül, és hát régi álmunk, hogy egy korszerű modern játszóteret is megvalósítsunk a településen, erre is sor kerül a következő egy évben. A rendezvény résztvevőit köszöntötte Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki elmondta, nagyon fontos, hogy Baktalóránt háza fejlődése folyamatos legyen. Itt Baktalóránt házán egy járásközpont településén vagyunk, és azt gondolom, hogy ez a kisváros többet érdemel, mint egy átlagváros, hiszen feladata is más. És ennek a városnak a központi része a maga kulturális negyedéve, fogalmazunk így, amit most egy kultúrház, egy közösségi művelődési ház bővítéseként fogalmazunk meg, de hogy polgármester is mondta, több részegységből áll, mind azt szolgálja, hogy az itt élő emberek életminősége, az itt élő emberek identitása, magyarság tudata és a nemzeti mi voltuk szabaduljon fel és sugározza kifelé. Nekem ezért fontos ez a Baktalóránt házi beruházás. A köszöntők után a helyi iskolák diákjai adtak műsort. Ezt követően a település vezetői időkapszulát helyeztek el a művelődési központ szomszédságában. A projekt 2024. decemberében fejeződik majd be.